Én azt gondolom, hogy ez az előadás azért nagyon fontos volt, hogy itt az elejére került. Egyrészt azért, mert ugye Mátyás akadémikus úr ugye személyesen, hitelesen tudja ezt a témát képviselni, hiszen ezeket a képeket ő maga készítette, és nem is a mostani jelenségek kapcsán, hanem még a 80-as években, amikor még ennek a problémának azért nem volt akkora láthatósága. De az, hogy ilyen messziről, innen Európából el tudjuk helyezni azt a történést a saját térképünkön, amelyről valószínűleg mindannyian keveset tudunk. Én személy szerint nagyon sok olyan új dolgot hallottam, amit lehet, hogy sejtettem, van, ami meg teljesen meglepetés volt, de így rendszerbe foglalva nagyon hasznos volt, hogy lehetett róla hallani, és hogy ezt képi formában is lehetett látni, hiszen erről fogunk a mai nap ennek a tulajdonképpen pusztulásáról vagy problémájáról beszélgetni. És most akkor én is elmondanám röviden az előadásomat, amit Mátyás professzor úr már részben érintett, hiszen ő ugye itt a légkörről azért már érintőlegesen beszél, de én nagyon rövid előadást terveztem, 4 diából áll mindössze, és már mindig meg akar velem vetetni valamit, én nem akarok. Jó, tehát ugye, ahogy Mátyás professzor úr is mondta, a növényeknek, és hát most itt ugye az esőerdők kapcsán ugye a fáknak, de valamennyi növénynek ugye azt a funkciót tulajdonítjuk, hogy a légköri oxigén előállításában nagyon fontos szerepet játszanak. Ez valóban igaz, hiszen a növények képesek arra, hogy a széndioxidból, amit a légkörből vételeznek, illetve a vízből, amit hát nyilván a talajból szívnak fel, bonyolult folyamatok eredőjeként oxigént állítsanak elő. Ezt nem vitatja senki, ez tulajdonképpen az életnek az egyik alapvető folyamata, amely ugye több százmillió éve zajlik. Viszont az éremnek van egy másik oldala is, ez a folyamat így nem teljes, hiszen ahogy Mátyás professzor úr is utalt rá, ennek van egy visszafele vezető ága, amiről jóval kevesebbet beszélünk, hogy az a szenet, amit ugye a növények magukban raktároznak, az ott valamilyen formában visszajuttatják a légkörbe, akár ha gondolnak arra, hogy a növények egy részét mondjuk állatok elfogyasztják, vagy éppen maga az ember, és energiává alakítja át, amely ugye a légzés során széndioxidot bocsát ki. Tehát ez is egy ilyenfajta visszafele irányuló folyamat. Vagy ha az a növény elpusztul, és a mikroorganizmusok és különböző lebontó szervezetek kezelésbe veszik, kémiai és egyéb biokémiai folyamatok útján ugyanúgy visszaalakul széndioxiddá és vízzé, ahonnan elindult. Tehát ilyen értelemben ez egy egyensúlyi folyamat, amely egy önmagával egyensúlyban levő természeti rendszer esetén gyakorlatilag minimális oxigén termelésre képes, illetve a szén megkötésben is nagyon korlátozott egy egyensúlyban levő biomasszának a teljesítménye. Ugye amíg növekszik egy növény, addig persze ideiglenesen azt a szenet, amit a légkörből kivont, azt magában tartja, de amikor ez a növény már egyensúlyban van, tehát elérte a növekedésének a határait, akkor ez a folyamat már nem tud tovább menni érdembe, hiszen akkor már a növény nem tudja hova tenni a szenet, tehát erre mondják azt, hogy a fák nem nőnek az égig, tehát egy adott méret után már annak a szénnek nincs helye, ilyen módon ez az egyensúly, kvázi egyensúly beáll, ha meg az a növény elpusztul, a fa elpusztul, akkor meg, vagy adott esetben elpusztítjuk, és elégetjük, akkor meg még gyorsabban visszafordítjuk ezt a folyamatot, és visszajuttatjuk a szenet a légkörbe. Na most ugye a légkörrel kapcsolatban, és itt az amazonasi esőerdő kapcsán került elő az a közkeletű vélekedés, hogy az Amazonas a föld tüdeje. Ez egy nagyon jól hangzó állítás, amit nagyon sokan felkaptak, és most nem tudnék mindenkit felidézni, aki ilyen korszerű közösségi média felületeken ráugrott erre a témára. Emmanuel Macron az egyik, aki azt osztotta meg a tweet
hogy mondják, Twitteren, vagy tweetelte, vagy hogy mondják ezt? Tweetelte, hogy 20%-át termeli a légköri oxigénnek, állítják elő az esőerdők. Cristiano Ronaldo, aki a futballt szereti, az ismeri, ő is megosztotta ezt az információt, ugyanezt, aki a Leonardo DiCaprio is hasonlóképpen adta tovább. Tehát, és ugye ezeknek a média szereplőknek, vagy szerepeknek tulajdonképpen, amit ők közvetítenek, annak óriási hatása van. A mai társadalom így működik, hogy amit híres emberek mondanak, az úgy van. Miközben a híres emberek is tévedhetnek, és, de ugyanakkor ők óriási hatással vannak az emberekre, és ilyen értelemben az igazság vagy az információval nagyon óvatosan kell bánni. Ez a föld tüdeje egyébként, ennek nem sikerült a nyomára bukkanni, hogy ez honnan származik ez a felfogás, hogy az esőerdők a föld tüdeje, ez több évtizedes. Én a gyerekkoromból is emlékszem erre, de valószínűleg aki nálam idősebbek, ők is hasonló emlékeket ápolnak, hogy ezt valahogy mindig benne volt a köztudatban, hogy az esőerdők a föld tüdeje, ami önmagában nonsens, mert ugye miért mondjuk, hogy a föld tüdeje, mert oxigén termel, de a tüdő pont nem termel oxigént, hanem fogyaszt. Tehát itt valami képzavar van, amivel senki nem foglalkozik, mert mégis ugye azt mondjuk, hogy tüdő és oxigén termel, tehát inkább inverse tüdő lenne, vagy nem tudom, hogy kellene pontosan közelíteni hozzá, de ezzel abszolút senki nem foglalkozik, ezt érzelmi alapon kell, erre rá kell érezni, ez a művészet, érezni kell, ezt valahogy valaki egyszer kitalálta, és ez utána, mint a vírus elterjedt, és ma már ez egy közkeletű vélekedés, aminek egyetlen baja van, hogy nem igaz. Tehát a Mátyás professzor úr elmondta, hogy miért nem igaz, ugye ahhoz, hogy oxigén megmaradjon a légkörben, ahhoz arra van szükség, hogy ezt a folyamatot, ami ezt az oxigén felhasználja és visszajuttatja, akár a bomlás, akár a légzés, ezt valahogy megakadályozzuk. El kell tüntetnünk a szenet. Ezt a Föld megtette évszázmilliók alatt, szépen eldugta a Föld mélyébe, az van most, amit próbálunk egy részét felhasználni, ugye olaj, gáz, szén, az mind ilyen fosszilis szén, na, annak megfelelő oxigén ott van a légkörben. De ha nem tudjuk eltüntetni a szenet, akkor gyakorlatilag a felszínről, akkor gyakorlatilag azt a folyamatot, ami visszafele működik, a bomlást, a légzést és egyebeket, ami visszatermeli a széndioxidot és a vizet és elfogyasztja az oxigén, nem tudjuk megakadályozni. Tehát ilyen értelemben a mai modern ökoszisztémák, szárazföldi ökoszisztémák, azok nem oxigéntermelők, nettó oxigéntermelők. Az más kérdés, hogy a fotoszintézisből, ebből a modellből ki lehet számolni, hogy egy évben mennyi oxigént termel, csak ugye nem, azt nem mondják hozzá, hogy el is használja, tehát ilyen értelemben gyakorlatilag nettó nem ad hozzá semmit a légköri oxigénnek. De ha még hozzá is adna, akkor se lenne ennek túl nagy jelentősége, ha összehasonlítjuk a légkörben található oxigén mennyiségét, abszolút mennyiségét, tömegét a széndioxiddal, illetve ezt viszonyítjuk ahhoz a szén mennyiséghez, amit az Amazonas esőerdő nagyságrendileg tárol. Ugye a légköri oxigénből a légkör egészében, hát most megpróbálom ugye kiolvasni ezt a számot, 1,2 milliárd tonna, hát ezt ugye trilliónak mondják magyarul, de felfogni nem nagyon lehet, hát próbálja mindenki saját maga ezt valahogy értelmezni, ez egy hatalmas mennyiség. A széndioxid az jóval kevesebb ennél, de azért az sem piskóta, 3200 milliárd tonna. Tehát 3,2 billió tonna. Azért vagyok óvatos ezekkel a billióval, mert a angolban a billion az milliárdot jelent, tehát ezt össze szokták keverni, tehát ez mindesetre ez rengeteg. De a két mennyiség úgy viszonyul egymáshoz, hogyha az amazonasi esőerdőkben tárolt szén, csak a biomasszában tárolt szén nagyságrendileg 100 milliárd tonna. Tehát annak ellenére, hogy azért az európai erdők ugye hektárra vetítve hatékonyabb széntározók, de azért a terület nagyságát figyelembe véve azért az Amazonasban is van bőven szén, 100 milliárd tonna. Ha elégetjük ezt a szenet, akkor ugye annak megvan a kémia szabályai szerint, hogy egy szénhez mennyi oxigén kell, ugye ezt az egyenlet alapján gyönyörűen
ki lehet kalkulálni, ezt egy általános iskolai számítás tulajdonképpen azt kiszámítani, hogy ebben a mennyiségben milyen változást idézne elő, ha a teljes amazonasi esőerdő úgy, ahogy van, felégetésre kerülne, vagy ugye felégetnénk, a légköri oxigén szinten ezt alig vennénk észre. Tehát a légköri oxigén olyan hatalmas mennyiségben van jelen, hogyha ezt az amazonasi esőerdőt átalakítanánk széndioxiddá, és ehhez oxigént használnánk fel, az gyakorlatilag mérhetetlenül kis mértékben csökkentene csak a légköri szén mennyiségén. Sőt, tovább megyek, ha az egész biomasszát, tehát az egész a Földön található összes élőlény megsemmisülne égés során, akkor se lehetne az oxigénen észrevenni azt, hogy valami történt. Tehát az oxigén köszöni szépen, jól van, azt semmiféle módon az esőerdő égetése, vagy más folyamat nem tudja befolyásolni. Nem ez a helyzet a légköri széndioxiddal, amiről tudjuk, hogy ugye üvegházhatású gáz, és hogy az éghajlat változásnak az egyik fontos komponense, amiről az emberi tevékenység már egy jó ideje hatást gyakorol, az viszont megérezné azt, hogyha ez a drasztikus helyzet bekövetkezne, tehát ha az amazonasi esőerdő megsemmisülne, akkor 11%-kal növekedne a légköri széndioxid tartalma. Ez körülbelül 10 év teljes emberi kibocsátásával egyenértékű. Tehát 10 év teljes széndioxid emissziója kerülne a levegőbe, hogyha ugye ez az állapot bekövetkezne. Ezek nagyon egyszerű számításokból ez természetesen kijön. Ha az amazonasi esőerdők jelenlegi helyzetét nézzük, és itt 18-ig mondanám, mert ugye 18-ig volt az a helyzet, amihez most ugye viszonyítják a mai történéseket, akkor úgy durván az amazonasi esőerdőinek a területe az 5 millió négyzetkilométer. Tehát az nem kevés, hát most itt lehetne nyilván Európát, meg mindenféle más kontinenshez hasonlítani, nyilván ez egy elég jelentős kiterjedésű terület. És az erdőirtás, amely egyébként a 2000-es évek eleje óta azért mérséklődött, mert korábban azt mondták 2000 körül, ezredforduló körül, hogy körülbelül Portugália területével csökken az esőerdők terület, ez olyan 20 000 négyzetkilométer volt, ez most ilyen 6 000-re mérséklődött nagyságrendileg, legalábbis 8 évnek az átlagában. Az évek között van különbség, hogy egyrészt, hogy a száraz évszaknak a paramétere, mennyire, mikor, hogy mennyire lehet ezt, meg hát nyilván vannak egyéb tényezők is ebben, tehát 6 000 négyzetkilométerrel fogy ennek az esőerdőnek a területe, de még így is, hogy jelenleg is ugye már egy jó ideje pusztítjuk az esőerdőt, így is még mindig képes körülbelül az emberiség által kibocsátott széndioxidból egy olyan évi 1 milliárd tonnát eltávolítani az esőerdő ökoszisztéma. Ez az EU éves kibocsátásának körülbelül az 1/3. Tehát ez olyan, mintha az EU-nak a kibocsátása, teljes EU széndioxid kibocsátásának az 1/3 a esőerdő tulajdonképpen eltávolítaná. Hogy ez az eltávolítás meddig tart, az jó kérdés, tehát ez ugye, ahogy beszéltünk róla, ez viszonylag gyorsan vissza fog kerülni a légkörből, de most ideiglenesen egy picit, inkább nem eltávolítja, talán az jó, hogy egy kicsit tárolja, tehát egy kicsit visszafogja ennek a kibocsátásnak az ütemét. Hozzáteszem, hogy a 80-as, 90-es években még ez a képesség ennek az ökoszisztémának még 1,5 milliárd tonna volt. Tehát ez már mostanáig is körülbelül 40%-ot romlott az a képessége az esőerdőknek, hogy a szenet kivonják a légkörből, a többlet széndioxidot. Ennek két oka van, az egyik a területe csökken és zsugorodik, a másik pedig, hogy az éghajlatot, a saját éghajlatát, tehát az a mezoklímát olyan kedvezőtlenül változtatja meg, hogy az erdőnek már nem optimálisak az életfeltételei, tehát a szárazodás és az ökológiai egyensúlynak a megbomlása az az erdőnek a szénmegkötő képességére nincs jó hatása. Tehát ez a folyamat, ez már évtizedek óta zajlik, ez nem tegnap kezdődött. Ami ezzel a állapottal ugye együtt jár, nyilván az erdőirtás az erdőégetést is jelent, legalábbis ugye nagyon sok a terület felszabadítása érdekében ugye ezektől a biomasszától tulajdonképpen égetéssel szabadulnak meg. Ez egy óriási mértékű légszennyezést jelent.
Tehát erről a 6000 négyzetkilométerről Kína éves légszennyezés, és most a légszennyezés alatt nem a széndioxidot értem, hanem a mindenféle füstöt és égés termékeket, kormot és egyebeket, ami a, ugye a civilizációnak is egy ilyen vívmánya, azt erről a 6000 kilométerről néhány hónap alatt a Kína egész éves légszennyezését elő tudjuk állítani, tehát ez egy óriási mértékű levegőszennyezés. És ami a legközvetlenebb következménye ezeknek a mostani felszaporodott erdőtüzeknek, az az, hogy ugye ennek a mértéke nőtt meg, és így a legelső és kézzelfogható következménye az a légszennyezésnek az óriási mértékű növekedése. A felső ábrán az a műhold kép látható, amely a füstcsóvának a terjedését, illetve annak az adott időpontban, tehát nem is olyan régen, 2019. augusztus 19-i helyzetét mutatja. És ott pedig egy nappali kép látható São Paulo-ból, ami 3000 kilométerre van ettől a tűzzónától, és ahol, hát ezt nem mondanák meg, hogy nappal. Ez fényes nappal van, csak egy kicsit piszkos a levegő. Tehát ez kb. A határértéknek a 10-szer-2-szerese az a levegő szennyezés, ami 3000 kilométerre az égetésnek a helyszínétől, vagy hát a fő gócpontjától mérhető. Hát értelemszerűen következik belőle, hogy a légkör ugye mit várhat attól, hogyha ezek a folyamatok erősödni fognak. Hát egyfelől ugye a szén megkötő képessége valószínűleg az esőerdőknek tovább mérséklődik, illetve a levegőszennyezés olyan léptékű lesz, amellyel hát mindenképpen foglalkozni kell, és ez visszacsatol, hiszen ennek a folyamatnak a klimatikus, tehát az esőerdők által fenntartott, saját maga számára kedvező klimatikus viszonyok is veszélybe kerülnek, azaz olyan állapotokra lehet számítani a kiirtott és felhagyott területeken, amelyeket Mátyás professzor úr mutatott, tehát ilyen szavanna-szerű képződmény lesz abban az övben, ahol az esőerdők voltak, és ahol az esőerdőknek kell lenni, és ez a folyamat évezredekre megfordíthatatlanul bekövetkezik. Ezt nem lehet visszacsinálni, hiszen nincs mire, nincs talaj, nincs olyan feltétel, amely ezt helyre tudná rövid távon állítani. Nem is beszélve arról, hogy az éghajlat se lesz olyan, ami ennek a helyreállításához kedvez. És akkor én tovább adnám a szót Pocai Péternek, aki a biodiverzitásról fog beszélni, és utána kinyitjuk a vitát.